Az utolsó kérdőjel is kiegyenesedett a jövő évi keretünk kapcsán, írja az Uni Győr hivatalos honlapján. A klub ugyanis megállapodott a friss Európa-bajnok Temere Radocsájjal. A szerb kosaras tavaly érkezett Győrbe, most pedig újabb egy évre jött alá a csapathoz, ezzel pedig véglegessé is vált az egyesület 2015-2016-os kerete. Nagyon örül, hogy Temere náluk marad, ugyanis az előző évben is kulcs szerepe volt a bronzérem megszerzésében. A nyári EB is jól sikerült számára, hiszen aranyérmes lett. Bíznak benne, hogy az új idény legalább olyan sikeres lesz, mint az előző. Közeledik a csapat első edzőmérkőzése is, amely a szeptember 6-i Füziákos Takodi Péter emlékmérkőzés lesz az egyetemi csarnokban, ahol a kétszeres Euróliga győztes szlovák Rózsahegy lesz az ellenfél.